Több halat az asztalokra, 16 milliárd forint áll rendelkezésre a halgazdálkodás fejlesztésére és a halfogyasztás növelésére. Informatikus hiány, közel 40 ezer IT szakember tudna azonnal munkába állni Magyarországon. Gyermekkori gerincferdülés, nagy szerepet játszhat a nem megfelelő iskolatáska viselése. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Magyarországon ugyan jelentősen nőtt az elmúlt években a halfogyasztás, azonban még mindig az európai átlag csupán ötödét teszi ki az évente elfogyasztott közel 6 kg fejenkénti halmennyiség. Az Agrárminisztérium a beruházások támogatása mellett Kapj rá címmel kampányt is indított a halfogyasztás népszerűsítésére. A halakat készítik elő ebben a nyíregyházi halsütödében. A tulajdonos szerint az utóbbi időben egyre többen keresik fel őket, és azt tapasztalja, hogy növekedett az érdeklődés a különféle halak iránt. Egyre nagyobb kíváncsiság van afelé, még akik eddig nem fogyasztották. Ez nyilván köszönhető a médiának, illetve a témának a felkapottságába. Valójában érdemes volna mindenkinek halat fogyasztani, én is ezt mondom, tehát azért a halnak a gyakorlatilag tápértéke és minősége azért sokkal megfelelőbb, mint egy vörös húsoké. Éppen ezért a kormány is évek óta törekszik a halfogyasztás növelésére. Jelenleg egy magyar ember átlagosan 5,7 kg halat fogyaszt évente. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ez a mennyiség minél előbb megduplázódjon. A szaktárca a halfogyasztás népszerűsítésére Kapj rá néven kampányt is indított. Ennek a keretében próbáljuk a halfogyasztást népszerűsíteni a hagyományos magyar húsfélék mellett. Ugye sokszor elhangzik, főleg karácsonyi időszakban, hogy mennyire megugrik a halfogyasztás. Szeretnénk elérni azt, hogy ne csak úgymond kampányidőszakokban legyen ez jellemző, hanem általánosan a magyar lakosság halfogyasztása, amely körülbelül hát az ötöde, vagy akár a hatoda az uniós átlagnak, ugye az uniós átlag 22 kg per fő, a magyar átlag pedig 5-6 kg körül mozog, tehát ez megemelkedjen. A halfogyasztás és a halgazdálkodás támogatására indult a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program. Ennek megvalósításához az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból Magyarországnak mintegy 15,5 milliárd forint áll rendelkezésére. A kormány pedig az állami halgazdálkodási feladatok támogatására idén 500 millió forint forrást biztosít. A MAHOP-nak a fő célkitűzései között szerepel a KKV-k fejlesztése, a tármelői bázisoknak a megtartása, továbbfejlesztése, amelyek az előző operatív program idején már kialakultak, megvalósultak, versenyképesség növekedés, biodiverzitás megőrzése és növelése, az akvakultúra fenntarthatóságának az elősegítése, és hát célunk az új fajok termelésbe vonásának az elősegítése, az intenzív, innovatív technológiák fejlesztése, a halfeldolgozás támogatása. Magyarországon az elmúlt években legnagyobb mértékben az afrikai harcsa termelés növekedett, amely tavaly közel 3200 tonna étkezési halat adott a piacnak. Ezzel a mennyiséggel az elsők között vagyunk Európában, de jelentős a ponty és a tokfélék termelése is. Közel 40 ezer informatikus hiányzik a hazai munkaerőpiacról, de a cégeknek nem csak a toborzással, hanem a munkaerő megtartásával is meg kell küzdeniük. A munkaerő hiány leginkább a mikrovállalkozásokat veszélyezteti. Az egyre növekvő béreket csak a multinacionális cégek képesek kigazdálkodni. De jelentős problémát okoz a digitális munkaerőpiacon a megfelelő minőségű oktatás hiánya is, amit a vállalatoknak kell utólag pótolniuk. Zajlik a napi munkánél a nyíregyházi webfejlesztő cégnél. Itt jelenleg van elég munkatárs. Azonban nincs mindenhol így. Egy friss felmérés szerint közel 40 ezer informatikus hiányzik a digitális munkaerőpiacról. A munkaerőhiány leginkább a mikrovállalkozásokat veszélyezteti. A fizetések ugyanis rohamléptekben emelkednek, a juniorok bruttó bére 400 és 600 ezer forint között mozog, a szenioroké a 1,5 millió forintot is elérheti. Ez a multiknak nem jelent kihívást, a mikrovállalkozásokat viszont ellehetetleníti. A probléma a megyében is jelentősen érezhető. Sajnos nagyon nehéz új munkaerőt találni ebben a régióban. Nagyon nagy problémát jelent számunkra az, hogy multik
irányába mennek inkább a dolgozók, sajnos mi ezeket a béreket nem tudjuk kitermelni, amit egy multi már egy kezdőfizetést is meg tud adni a programozóknak, valamint nagyon sokan külföldre vándorolnak. Amellett, hogy nagyon kis létszámmal tudunk számolni, alapból nagyon kevesen jönnek ki úgy az egyetemekről, hogy szakmailag már bele tudnak állni azonnal a munkába. Ez utóbbi pedig jelentős problémát jelent, a felsőfokú vagy OK-s informatikai képzésből kikerült programozók gyakran alapvető fogalmakkal nincsenek tisztában. Azt gondolom, hogy az egyetemi oktatás önmagában kevés ahhoz, hogy valaki ebben a szakmában el tudjon helyezkedni. Itt szükség van arra, hogy autodidakta módon otthon is készüljenek. Én azt látom most jelenleg az egyetemi oktatásokban, hogy nagy részt inkább egy irányt adnak, és megadják az embereknek, hogy mik léteznek, miket lehet tanulni, de mindenkinek magának kell ezt a programozást elsajátítani. A tudáshiány pedig a cégeknek sokszor akár több hónapos képzésekkel kell pótolniuk, ami nem csak időben jelent kiesést, hanem folyamatos költségvetési és szervezeti feszültségeket is okozhat. Ez derül ki abból a felmérésből, melyet közel 140 cég bevonásával végzett az Informatikai Vállalkozók Országos Szövetsége. A kutatás a digitális munkaerőhiány okait is felkívánta tárni. Nagyon komplex a háttere a problémának. Szerintem a legfontosabb az, hogy az ipari változásokat és ezáltal a munkaerő összetételével kapcsolatos változásokat az oktatási rendszer, a pályaorientáció nem képezte le elég hatékonyan. Ezért ma, amikor már a technológia irányítja a gazdaságot, és ezek a szakemberek a legfontosabb értékteremtők a gazdaságunkban, még mindig nincsen belőlük elegendő számú. A munkaerőhiányt ezen kívül további, a megváltozott környezethez köthető problémák is fokozzák. A legnagyobb kihívás ott jelentkezik, hogy a vállalatok nem igazán értik és nem igazán találják a fogást a megváltozott munkaerőpiaci helyzetben, sem a toborzásban, sem pedig a megtartásban. Hogy ez alatt mit értek a gyakorlatban, hogy mondjak egy példát is. Nyilván attól is szenvednek, hogy nincsen elég jelölt bizonyos pozíciókra, de még inkább kihívás az, hogy gyakran megtalálják a megfelelő jelöltet, de azokkal a csomagokkal, azokkal az ajánlatokkal, amikkel 5-10 éve egy munkavállalót fel tudtak venni, le tudtak szerződni egy munkavállalóval, azok ma már nem működnek, a munkavállalóknak új megváltozott igényeik vannak a foglalkoztatók felé. A cégeknek nem csak a toborzással, hanem a munkaerő megtartásával is meg kell küzdeniük, a fluktuáció óriási. Még Amerikában a 25 és 40 éves generáció többsége 2,6 évet tölt munkahelyén, addig Magyarországon még a nagy nevű vállalatok is sikerként könyvelik el, ha 8 vagy 10 hónapig marad náluk egy programozó. A jelentkezőknek már a jó fizetésen túl a munkakörnyezet, az otthoni vagy rugalmas munkavégzés lehetősége, az alkotói szabadság és a fejlődés lehetősége is kiemelten fontos. A legtöbb oldalirányú gerincferdülés még 10-12 éves korban alakul ki, ebben nagy szerepet játszhat az iskolatáska. A túl nehéz és nem megfelelően hordott táska meghúzhatja az ingszallagokat és az izmokat, sérülést és fájdalmat okozva a nyakban és a derékban. A gerincferdülés lányoknál kétszer olyan gyakran fordul elő, mint fiúknál, a nők esetében pedig 15%-os a gyakorisága. A gerincferdülés a gerincoszlopkóros oldalirányú elgörbülése, ezt a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okozza. A legtöbb oldalirányú gerincferdülés még a pubertáskor előtt, 10-12 éves korban kialakul. Az intenzív növekedés miatt a serdülőkorban fokozódhat a deformáció. A gyermekeknél problémát okozhat a nem megfelelő táska viselése, bár a divatos iskolatáska esztétikailag megnyerőbb a diákok körében, egy vállon átvett típus akár a gyermek hátának sérülését is okozhatja. A túl nehéz és nem megfelelően hordott táska meghúzhatja az ínszalagokat és az izmokat, sérülést és fájdalmat okozva a nyakban és a derékban. A biztonságos táska az első osztályosoknak a legfontosabb. Olyan fajta táska legyen, ami könnyű. Most már léteznek 1 kiló ösztömeg alatti táskák, tehát abba azért, ha belepakolnak még 3-4-5 kilós cuccot, akkor is azért jelentősen könnyebb, mint hogyha egy nehéz táskával indulunk. És ugye minden táskának a kialakítása most már ergonomikus, tehát próbálja a gyerekek testfelépítését követni, védi a hátat, egyenesen tartja a gerincet. Mindenképpen az elsősöknek a két pántos táskát ajánljuk, a két válpántosat, háti táskákat, és olyat, aminek a talpa
merevebb, mint hogyha a pad mellé letesznek, akkor megáll, mert a sima, egyszerű hátitáskák azok elborulnak, és abban minden összeborul akkor. Tehát az majd a nagyobbak, ők már rendbe tudják tartani. Az elsősöknek még jobb, hogyha megáll a pad mellett. A megfelelő és biztonságos táskának 4 alapismérve van. Széles és párnázott az állítható válla, 2 vállpántja van, ez biztosítja ugyanis a gerinc stabilitását. De nem csak a válla, hanem a háti része is párnázott. Ez enyhíti a nagy súly hordozását, illetve több rekeszből áll, ami segíti a cipelnivalók egyenletes elosztását. Az ergonomikus táskáknál a gyermek növekedésével állítható a vállpánt magassága. Ha ezt a tépőzárat kihúzzuk és különböző helyre fűzzük, akkor ahogy nő a csemete, úgy lehet állítani ezt a magasságot, feljebb kerül a vállpánt, vagy lejjebb, attól függ, hogy milyen magas a gyermek. És ugye ezek a pántok, ezek itt szépen ellógnak, de ezek fontosak, hogy itt legyenek, mert ezek azok, amik megkönnyítik a táska viselését és védik a hátát. Tehát, ha egy ilyen bő vállpánttal veszi fel és elkezd futni, akkor ez pattog a hátán, ütögeti meg, rángatja hátrafele. Viszont, hogyha felveszi, belebújik és ezeket a pántokat megfeszíti mind a két oldalon, akkor odahozza a hátához. Mint a legtöbb betegségnél, a gerincferdülésnél is fontos a korai felismerés. Ebben nagy szerepük van a szülőknek, az iskolaorvosnak és a pedagógusnak is. A kezelés a betegség mértékétől függ. Egy 20 foknál kisebb görbület esetén elegendő a gyógytorna. Ennek célja a hátizomzat erősítése. A speciális torna kiegészítéseként az úszást javasolják a szakemberek. 20-25 fokos görbület esetén már a fűző viselése is ajánlott. A 45 fokot elérő gerincgörbület esetén azonban már elkerülhetetlen a műtét. Jó ütemben haladnak a nyíregyházi Besenyei és Benczúr tér felújítási munkálatai. Az 1,2 milliárd forintból megvalósuló beruházás várhatóan szeptember végéig mindkét helyszínen befejeződik. A Besenyei téren a Móricz Zsigmond Színház főbejáratával szemben pihenő felület és egy új szökőkút épül. Ugyanitt egy 500 méter hosszú gumiburkolatú futópályát alakítanak ki a környező általános iskolák és a sportolni vágyók részére. A Benczúr téren felújítják a meglévő játszóteret és a szökőkutat, ezek környéke szintén térköves pihenőfelületet kap. Mindkét tér parkjai tanösvények és sétányok teszik majd átjárhatóvá, illetve kiépül az új közvilágítási rendszer is. Kiemelt szintér, hiszen a város szívében van a Benczúr-Besenyei tér, ami megint egy komplex fejlesztés része, hiszen a Vasvári gimnázium nem sokára kész. A szabadtéri színpadot 18-án megnyitjuk, és reméljük, hogy addig a Benczúr téri parkrész is megújul, de a Besenyei tér is még szeptember végéig. Én azt remélem, hogy az itt lakók, a nyíregyháziak érzik ezt, értékelik, és vigyáznak majd rá. Jövőre 2 milliárd forinttal több jut meddőségi kezelésekre. A kormány kiemelt célja, hogy támogassa a magyarok gyermekvállalását, és akinek szüksége van rá, könnyebben hozzáférjen a meddőségi kezelésekhez. Ezért jövőre 4,5 milliárd forintot biztosít a kormány erre a célra. Egyre későbbre tolódik a gyermekvállalás. Ez a tendencia világszerte, így Magyarországon is kimutatható. A statisztikák szerint egyre gyakoribb, hogy a nők 35-40 éves korukban szülik meg első gyermeküket. A kor előre haladtával pedig csökken a megtermékenyítő képesség, ezért egyre nagyobb igény mutatkozik a mesterséges megtermékenyítési eljárásokra. A kormány ezért kibővíti a társadalombiztosítás által finanszírozott lombik programeljárások számát, és növeli a gyógyszertámogatást is. Ennek köszönhetően, ha egy párnál az első 5 lombik eljárás valamelyike sikerrel jár, akkor a következő gyermekek esetében is 4-4 alkalommal támogatja a beavatkozást az állam. A cél, hogy ne csak magánkezeléseken, hanem az állami egészségügyben is elérhető legyen a gyermekvállaláshoz igénybe vehető segítség. Ezért jövőre plusz 2 milliárd, vagyis összesen 4,5 milliárd forint jut majd a lombik program eljárásokra és az egyre több kórházban zajló célirányos fejlesztésekre. A magyar kormány elkötelezett a magyar családok támogatásában, ezért 2019-ben mintegy 2000 milliárd forint jut majd a családok támogatására. Ez minden idők legnagyobb ilyen célú költségvetési ráfordítása lesz, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A természetben már kipusztult vietnámi szikaszarvasok szaporodtak a nyíregyházi állatparkban. Két kis szarvasborjú látott napvilágot. A borjak 7,5 hónapnyi vemhesség után jöttek a világra pár hét eltéréssel, és az anyatej mellett már elkezdték a szállas takarmány fogyasztását is. Az egy bikából és három tehénből álló, Magyarországon csak Sóstófürdőn látható szikaszarvas tenyészcsapat lengyel és cseh állatkertekből érkezett 2017-ben. Mivel nagyon félénk fajról van szó, a park szakemberei egy fákkal tarkított csöndes kifutóba helyezték a ritka patásokat, akik idén már sikeresen szaporodtak is. Az állatkertek egyik legfontosabb feladata a faj megőrzés, éppen ezért nagyon fontos a nyíregyházi állatparknak is, hogy olyan fajokat is bemutasson, amelyek végveszélyben vannak. A vietnámi szikaszarvas már kipusztult a természetben, és ezek az állatok az európai faj megőrzési program keretében kerültek hozzánk, és ez egy különleges csoda, hogy már szaporodtak is. A vietnámi szikaszarvasok az orvadászat és a természetes élőhelyük pusztulása miatt pusztultak ki az 1960-as években. Napjainkban csak védett természetvédelmi területeken és állatkertekben fordulnak elő. A ritka patások a sűrű aljnövényzetű erdőségeket kedvelik, melyek közelében nyílt területek találhatóak. Hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak. A szőrzetük színe nyáron sárgásbarna, a test két oldalán sárgásfehér foltokkal, mely igen jó álcázást biztosít az állatoknak, amikor a ritkás erdőben legelnek. Télen, amikor ritkább a növényzet, a bunda színe szürkésbarnává válik, és a foltok színe is megfakul. Jelenleg a világon 370 egyedet tartanak zárt tartási körülmények között. Bár nem jutott be a 12-es döntőbe, Szikszai Róbert elégedett a berlini Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményével. A nyíregyházi diszkoszvető 61 méter 82 cm-es teljesítménnyel a 15. helyen végzett. Kerekes László tanítványa még 6 hazai, illetve külföldi versenyen lép dobókörbe a szabadtéri szezon hátralévő részében. 62 méter körüli eredményt és döntőbe jutást várt magától a berlini Európa-bajnokság előtt Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető Amsterdam és Zürich után harmadik felnőtt kontinens bajnokságán lépett dobókörbe. Kerekes László tanítványa elsőre 61 méter 66 cm-re repítette a szert, másodszorra pedig 61 méter 68 cm-ig szállt a diszkosz. A harmadik kísérlet érvénytelen volt, így ez a teljesítmény a 15. helyhez volt elegendő. A diszkoszvetők mezőnyében még mindig nagyon fiatalnak számító atléta nem volt csalódott azért, hogy csak kevesebb, mint 40 cm-re maradt le a döntőről. Én pozitívan gondolok vissza erre az EB-re, úgy nagyon jól éreztem magam versenyen, az volt az első EB, ahol tényleg úgy éreztem, hogy felszabadultan tudok dobni. Az, hogy most az 68 vagy 61-82 nem volt elég, ez végül is az a 37 centi az igazából szerencsétlenség, hogy nem lett meg, de nem vagyok sabadult egyáltalán. Egyáltalán nem izgultam, úgymond igaz, hogy nagyon nagy volt a stadion, rengetegen voltak délelőtti programban is, de egyáltalán nem volt rajtam az, hogy úristen, most mit kezdek, próbáltam magamat hozni, úgy gondolom sikerült. A diszkoszvetést a litván Gudzius nyerte 68 méter 46 cm-es eredménnyel. Szikszai 64-37-es egyéni csúcsa az 5. helyhez lett volna elegendő. A fiatal atléta szerint, ha az egyéni csúcs nem is, de egy jó eredmény, összejöhetett volna számára döntőben. A 63 méter kellett a 8. helyhez, szerintem egy este fél 8-kor, fél 9-kor egy 63 métert szerintem tudtam volna dobni. Nyilván most ott még több ember volt, nem tudom, mit hozott volna ki belőlem, de valószínűleg még inspirált volna. Bár Szikszai Róbert számára az Európa-bajnokság volt az év fő versenye, a szabadtéri szezon hátralévő részében még 6 hazai, illetve külföldi viadalon áll rajthoz a nyíregyházi diszkoszvető. Az eddig befektetett munkát kamatoztatva kicsit könnyített edzések mellett sem tett rá arról, hogy tovább javítson egyéni csúcsán Kerekes László tanítványa. Elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli. A felnőtt csapatból Pap Klaudia és Takács Anna távozott, így tovább fiatalodott az amatőr nemzeti bajnokságban induló együttes. Az NKS augusztus végén rendezi meg hagyományos tornáját, amelyen a serdülő, a kadett és a junior korosztályban 6-6 csapat lép majd pályára. A hét elején elkezdte a felkészülést az új szezonra a nyíregyházi kosársuli. A Szent Imre gimnázium csarnokában a serdülő, kadett, junior és felnőtt játékosok számára kötelező jelleggel, a gyerek, a kenguru és az előkészítő csoport tagjai számára pedig lehetőségként vezényelnek edzéseket napi 2 alkalommal.
Délelőttünként inkább az előléti munkán, délutánonként pedig a technikai képzésen van a hangsúly. Ahogyan az lenni szokott, az NKS-nél is voltak változások a nyári szünetben. A kirakatot jelentő, ősztől az amatőr nemzeti bajnokság erősebb csoportjában induló felnőtt csapattól távozott Papp Klaudia és Takács Anna, így Farkasinszki Gyuláni a korábbinál is több fiatalt küldhet majd pályára. A felnőtt játékos, hogy úgy veszük, nem sok távozott meg kettő, de a négyből kettő az már sok, tehát az azért 50%-os csökkenés, és ugye nekünk a 2000-eseink is végzős 2000-esek voltak, tehát hogy ők is sikeres felvételit tettek, és ők is tovább tanulnak. Nekünk a négy ember hiánya is nagyon sokat jelent, főleg azért, mert ugye az utánpótlás korú játékosokra nagyobb teher nehezedik. Próbálkoztunk azzal, hogy esetleg tovább tanulásra játékosokat hozni, de nem egyszerű. Tehát annyira Pest orientált a tovább tanulóknak a létszáma, hogy nagyon nehéz vidékre bármilyen gyereket is hozni. Ettől függetlenül azért vannak érkezőink, mert Úzdról Pepler 4 játékos az, aki érkezik hozzánk utánpótláskorba. Farkasinszki Orsolya eddig is a rutint képviselte a pályán, de a jövőben még több feladat hárulhat majd a szülés után az előző szezon hajrájában visszatérő centerre. Én várom ezt az évet, megmondom őszintén, és a lányoknak is ezt mondtam, valóban fiatalok vagyunk, szerintem ennyire fiatal csapatunk még sosem volt. Ettől függetlenül mindennek örülni fogunk, tehát egy jó kivédekezett támadásnak, akár a lepattanónak, bárminek. És azt gondolom, hogy ezzel az évvel a lányok nagyon sokat fognak tudni fejlődni, és bízom benne, hogy a következő évben már ők lesznek majd a meghatározó játékosok, akik mellé a fiatalabbakat be tudjuk építeni. A nyíregyházi kosársuli a jövő hét végén a serdülő kadett és junior csapatával Zalakarosra utazik egy felkészülési tornára. Augusztus végén pedig ebben a három korosztályban saját tornát rendez az NKS 6-6 csapat részvételével. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Jelenleg egy magyar ember átlagosan 5,7 kg halat fogyaszt évente, ami az európai átlag csupán ötödét teszi ki. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogy ez a mennyiség minél előbb megduplázódjon. A szaktárca a halfogyasztás népszerűsítésére Kapj rá névvel kampányt is indított. A halfogyasztás és a halgazdálkodás támogatására 16 milliárd forint áll rendelkezésre. Egy friss felmérés szerint közel 40 ezer informatikus hiányzik a hazai digitális munkaerőpiacról. A munkaerőhiány leginkább a mikrovállalkozásokat veszélyezteti. A fizetések ugyanis rohamléptékben emelkednek. A juniorok bruttó bére 400 és 600 ezer forint között mozog, a szenioroké a 1,5 millió forintot is elérheti, amit csak a multinacionális cégek képesek kigazdálkodni. De jelentős problémát okoz a toborzás, a munkaerő megtartása és a megfelelő minőségű oktatás hiánya is. A túl nehéz és nem megfelelően hordott táska meghúzhatja az ínszalagokat és az izmokat, sérülést és fájdalmat okozva a nyakban és a derékban. A biztonságos táska az első osztályosoknak a legfontosabb. A gerincferdülés lányoknál kétszer olyan gyakran fordul elő, mint fiúknál. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 10-én pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében, és viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. A hideg front szombaton feloszlik a középső országrész felett, ezért a keleti tájakon nem lesz változás az időjárásban, folytatódik a kánikula, bár 1-2 fokkal mérséklődik a hőség. Az előttünk álló éjszaka zápor zivatar előfordulhat, a déli szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Zápor-zivatar elsősorban a nap első felében fordulhat elő. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben.
A hét legvégén és a jövő hét első napjaiban napos, csapadékmentes, egyre inkább melegedő időre számíthatunk. Kedd este felé ugyanakkor egy újabb, lassan mozgó hidegfront éri el a Kárpát-medencét, de ez várhatóan ismét csak a nyugati és északi tájakra hoz lehűlést.